Kedves kertbarátok! Szeretném most megmutatni a Rányszátnál a biodinamikus vetőmagok előállító részlegénél a különböző uborkák közül a La Divát. Nagyon népszerű fajta volt ez nálunk is a tavalyi évben. Ez egy snack uborka, ami azt jelenti, hogy az egész uborka ekkora, tehát ez a legnagyobb mérete. Egy snack uborka az azt jelenti, hogy ilyen nagyon finom, roppanva törik, egy nagyon erős, ropogós húsa van, és mint látható, egy fényes, teljesen szőrök nélküli bőre, amelyet meg lehet enni. És hát ugye itt látható egy katica is, aki még eléggé szintelen szegényként, de majd kialakul, még nagyon fiatal. És lényege ennek az uborkának, hogy snack uborkának is hívják, hiszen kígyó uborkákaként lehet felhasználni, és mégis ilyen kisméretű. De megnézhetjük azt is, hogy amilyen kisméretű, úgy tele van terméssel, hogy az egész növény még csak így ekkora, és már is leszámolhatunk rajta 2, 3, 4, 5 uborkát, tehát itt van a legfiatalabb, és hát tele van virága, ez főként nővirágú változat. A másik, amit itt láthatunk, ez a Schönbrunner Gold nevezetű földi cseresznye, amelynek hát elég sok időre van szüksége, főleg ezen az éghajlaton itt Ausztriában, hogy termést hozzon, de már ennek ellenére egy-két virágot láthatunk rajta, tehát a magfogás is jó lesz, de majd csak augusztus környékén. És akkor még egyet szeretnék megmutatni, egy nagyon-nagyon divatos és finom dolgot. Ugye hát látjuk, hogy ez magfogásban van, de a lényeg itt alul látható, ez egy olyan szárzeller, hát ez amit most mindenki keres, szárzeller, amely rózsaszín. Tehát ez egy rózsaszín szárzeller, és ebből történik most a magfogás. Ez jövőre valószínűleg nálunk is kapható lesz. Nagyon-nagyon finom, tehát egy nagyon ízes aromás, és egy ilyen gyönyörű, szép, rózsaszínű kinézete van. Hát ugye, itt már indulnak a paradicsomok is, ez egy ilyen hosszúkás, círmos termésű fajta. Láthatjuk, hogy egy ilyen fürtön milyen iszonyatosan sok paradicsom lesz. De még egy csomó új paradicsom fajtát fogunk megismerni a Rányszáttól, viszont kicsit ehhez majd később újra visszajövünk. Köszönöm, hogy meghallgattak.